Új szakaszába lépés, ősszel elkezdődik a Tremtrén vasúti pályaútvonalának kiépítése Hódmezővásárhelyen. Hangzott el a pénteki közgyűlésen. A kivitelezés részleteiről és a kialakított ütemtervről szerdán, szeptember 13-án este 5 órától egyeztető fórumot tartanak. Itt bárki felteheti kérdését, megfogalmazhatja észrevételét. Tájékoztató hangzott el az induló tramtrén beruházásról a pénteki képviselőtestületi ülésen. Az egész város életét meghatározó teljesen új közlekedési eszköz kialakítása a közműkiváltásokkal már megkezdődött. A következő lépésként Vásárhelyen 3,3 km hosszúságban alakítanak ki egy vágányrendszert 9,1 milliárd forint értékben. A közbeszerzést a Strabag építőipari ZRT nyerte meg. Az erről szóló szerződés már életbe is lépett, a beruházás várhatóan 2019 első fél évére készül el. Mindezzel párhuzamosan a járműbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is lezárult már, amelynek győztese a Stadler Kft. Lett. A cég 17,6 milliárd forintért szállítja le a szükséges szerelvényeket. A beruházást az Európai Unió támogatja. Hegedű Zoltán alpolgármester a közgyűlésen kihangsúlyozta, hogy a fejlesztés egy új szakaszba lépett, ezért egy a kivitelezésről szóló egyeztető fórumra hívta fel a figyelmet. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket, hogy szeptember 13-án, tehát jövő héten szerdán 17 órakor ebben a teremben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT lakossági fórumot tart, amelyet természetesen nagy tisztelettel várjuk a képviselőket is, és minden jelenlévőt. Ahol bemutatkozik egyrészt maga a projekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő részéről, illetve bemutatkozik az a cég, amely a kivitelezést fogja végezni, valamint bemutatásra kerül az az ütemterv, amely alapján a pályaépítés el fog kezdődni még idén ősszel. Azt gondolom, hogy olyan témáról van szó, amely nagy közérdeklődésre tart számot, hogy várunk mindenki tisztelettel és természetesen a kérdéseivel. Mint arról már korábban többször is beszámoltunk, a megállók az Ady Endre utcán, a Népkertben, a Szőnyi utcán, az Andrássy úton, a Kálvin János téren, a Bajcsy Zsilinszky utca és a Nagyállomás útvonalán lesznek majd kialakítva.